Hogy érezted magad? Hát nagyon-nagyon jól éreztem magam ott a színpadon, a közönség kedves volt, csomó fantasztikus énekessel voltam egy színpadon együtt, úgyhogy hát ez egy élmény volt. Most léptem le a színpadon, és előbb mondtam, hogy én még szívesen énekelnék még egy pár órát. Hogy esett rád a választás a Whitney Houston emlék koncert alkalmával? Hát a menedzserem csak mondta, hogy felkértek erre, és hát én szerintem ilyen tiszteletnek tartom. Nagyon hát boldog vagyok, hogy én tudok lenni egy ilyen memorialba egyik a világon egyik legjobb énekes nő, egy legenda, aki létezett. Hogy ha én tudok énekelni a memorialban, akkor ez tisztelet, örülök lenni. És mit jelent számodra Whitney Houston munkássága? Hát szerintem, ezt előbb is mondtam, hogy szerintem nem is lehet egy másik Whitney Houston, de aki közeli, az a Nika. És hatott rád a munkássága valamit? Igen, persze. Hát néztem is mindig, amikor kicsi voltam. Szerintem nincsen egy ember a világon, aki, ha én mondom, hogy Whitney Houston, nem tudja, hogy ez ki. Még ilyenekre szabad mondani, hogy sztár, ez egy sztár. És jövőbeni tervek? Hát csütörtökön a scriptforgatás, most indulunk a repülőtérhez felvenni egy meglepetés repert, aki lesz a dalomon, a dalomban velem, mint egy feature, és ha minden igaz, ez a dal meg fog jelenni nemzetközileg, úgyhogy ez egyik álmom, hogy az egész világ megismerje a hangomat, és most talán ez fog történni. Én nagyon sok sikert kívánok hozzá, és jó éjszakát! Köszönöm!